Vadászatúj, kórbőrösi szőnytárs termékek, pulcsi bőrgetársak a kilakós, és még 100 euró brutális személyiső termék, link a leírásban. Úristen, srácok, ma van az első nap az iskolában, nagyon-nagyon régóta vártam ezt a napot. Úristen, nagyon-nagyon izgatott vagyok. Apa, apa, figyelj, apa, gazdag apa, oh, szia. Elviszem az iskolába, légy szíves, ma volt az első nap a suliba. Most remélek rá, hogy számolom az aranytöbjeinket. Értem, rendben, pár tanácsal ellátsz engem azért az iskolában, mert hogy micsi miért. Jó. Aki nem BMW-vel jár iskolába, az egy csúró. Értem, és nem szabad velük foglalkozni. Ha főleg a biciklivel, akkor le kell köpni. Rendben, értem, és ez csak azért, mert mi gazdagok vagyunk, ők meg csúrók. Igen, rendben. Mi vagyunk a felső 10 000-ben mi tartozunk. Értem, szóval... rendben, szóval minden csúrók, ezt kell csinálni, igaz? Így van, jó, rendben. Gazdagok, csak gazdagok. Már pénzecske, jól van, rendben, apa, ezt értetem, szóval mi gazdagok vagyunk is, minden csúró rossz, hopp, az zseppénz, légy szíves, egy napi kajára valamennyit. Persze, itt van 48 arany. Ó, oké, igazából azt mondtam, egy arany egy egész életre elég lenne, de köszönöm szépen. Jó van, szia apa, mentem a suliba. Jó van, te is jössz, pénzecske. Pecsek! Oké, jó, hát ez a papagány nem volt egy új kedves. Na srácok, menjünk az első nap az iskolába, nézzétek meg mekkora házunk van. Na jó, akkor induljuk gyalog az iskolába. Jó napot! Jó napot, XP úrfi. Ma én fogom magát elvinni az iskolába. Maga kicsoda egyáltalán? Én vagyok a személyszolgálat, a vivő ember, úgy. Értem, jó, köszönöm, 3 perc gyaloglás van az iskola, nem szükséges helikopterrel menni. Nem szabad elfárasztani a lábam. Jó, akkor menjünk. Kicsit túlzás, 3 perc a séta helyett helikopterrel mennem iskolába, nem fognak túlságosan felvágosnak hinni. Jó, rendben, menjünk. Gyorsabban odaérünk. Értem, jó, hát akkor kezdj is lefele szállni, mert is vagyunk az iskolában. Jobbra van! Na, oké. Köszönöm szépen, akkor szálljunk szépen, itt le, itt jó is lesz. Na, köszönöm szépen, mondjuk kicsit azért lassabban is szállhatunk, jó, mindegy, itt jó lesz, köszönöm szépen. Jó, van, itt leparkőrözök, haha! Ja! Oké, na, itt is vagyunk az iskolában, srácok, nézzük, mi az első nap. Anya! Szia, kislányom! Milyen szép reggel van! Igen, első napom a suliba! Végre! De jó! De örülök neked! Te mit fogsz vinni kaját? Mert még a bab nem érett, meg nem tudtam leszedni. Nincs semmi. Hát nincsen, tegnap is azt a sarkát rágtam meg, mert már olyan éhes voltam. Jó, oké, de... Hogyha nagyon éhes vagy, ott van egy ilyen szalmabála, azt megeheted, meg rágcsálhatod, de nem az egészet, mert abból még lehet, talán lehet egy kenyeret sütni. Oké, köszönöm. Na, egy pár tanácsot szeretnék megmondani. Azt szeretném, hogy mindenkivel kedves legyél. Ha már szegények vagyunk, és nem tudunk senkinek mást adni, legalább kedvesek legyünk velük. Oké, betartom. De most akkor megyek, majd útközben eszek egy csigát, szia! Jól van, majd eladom a Jordanemet! Istenem, kezdődhetem már az a csúróra! Végre beértem, csak 16 000 kilométert kellett sétálnom, de itt vagyok! Szia! Te ki vagy, hogy hívnak? Szia, én Lilla vagyok. Nem fásztál ilyen szakadt csúró ruhába egész nap így, ahogy gyalogoltál? De fáztam, de ide kellett érnem. Értem, jól van, oké, tehát ezek szerint az osztálytársak, te is elsős vagy, ugye? Igen, elsős. Rendben, figyelj, akkor milyen kaját osztál? Fejleszthetnénk mondjuk a Buenót, vagy a Snickers, tudod? Vagy nekem van aranybevonatos, hogyha szeretnéd mártogatva. Ha? Hát, tudod, én nem hoztam semmit. Nem hoztál semmit? Otthon felejtetted a kajádat, meg az aranyrúdjaidat? Nem, tudod, mi nem engedhetjük ezt meg magunknak, ugyanis szegények vagyunk. Értem, akkor ezek szerint csak Mercivel jöttetek a suliba, nem BMW-vel? Gyalog jöttem. Gyalog jöttél suliba? Hát nekem egy helikopterozott. És akkor most nincs kajád, semmi? Nincs. Jó, figyelj, gyere, van 8 aranyrudam, veszek valamit a büfébe neked, mit szólsz, jó? Tényleg? Persze, boltos nő, boltos férfi, jó napot kívánok! Bocsánat, állag, hogy szeretnék, mennyit hamburgert tudod, mondjuk 8 aranyrúdért, tessék? Az összeset. Jó, van, oké, akkor... Mit tudod, mit? Legyen tiéd ez a szarhely. Oké, jó, rendben, köszönöm szépen. Rendben, akkor ettél már hamburgert? Soha. Soha? Kóstolnak, nagyon finom. Mondjuk ez elég csóró, én azt hiszem az aranyporral le van szólva. Biztos? Persze, nyugodtan egyed. Meg amúgy ezt a maradékot is megeheted. Milyen? De rendes vagy, köszönöm szépen, megkóstolom akkor. Ez nagyon finom.
Te annyira nevezem, a vezáskor nem olyan jó, de örülök, ha ízlik. Jó, menjünk órára, hozdadik magaddal, jó? Rendben, na, menjünk szépen. Nem tudom, apukám miért utálja annyira a súrókat, tök kedveseknek tűnnek, és nem is olyan csúnya ez a csaj, tök szép, csak kicsit mondjuk mocskos, rüves, meg ilyen patkányi szar van mindenhol. Az első óra, töri, jó napot, tanár úr, jó reggelt! Na, jó napot, nem is figyeltem. Jó van, na, mivel fogjuk kezdeni az első napot itt a suliba? Na, mivel lesz töri óra, úgyhogy történelmet fogunk tanulni. Wow, értem. És jó, mivel na. Kezdjük? Jó. Hát, egyből egy rib dolgozat. Hát de, nem is tanultunk semmit. Mi az alap? Oké, rendben, na nézzük. Jó van. Ajtót bezárom, mert nem akarom, hogy ez hallja az egész iskola. Rendben, mi az első kérdés, tanár úr? Elkezdhetjük amúgy. Mikor volt a holokauszt? Oké, okay, ez könnyű, ez viszonylag könnyű, igen, jó, rendben, oké, okay, meg vagyok, jó, mehet a kövi. Hát először ilyen történelmi időpontokat veszünk át, úgyhogy első meg a második világháborút. Jó, ezt is még tudom, ezt még mindenki tudja szerint, ez alapműveltség, jó, rendben. Első István király mikor uralkodott Magyarországon? Oké, az is könnyű. Hát ezt nem tudom, nem tudom, de egy kiadjuk. Nem tudod? Nem tudom. Tessék. Hagyném. Ó, szóval ekkor, jól van, oké, okay, köszi, jól van, gyorsan, oké, okay, jól van, köszönöm szépen, miért segítettél nekem? Te is segítettél nekem. Ó, rendben, köszönöm szépen, jól van. Á, ez az, kicsengettek a kocs, kapja be, jól van, én mentem, á, jól megy. Köszönöm van. A dolán. Hagyjultam ezt a dolán. Jól van, srácok, akkor kimegyünk játszani az udvarra, Lili? Igen. Jól van, gyere, megyünk szépen. Jól van, Lili, gyere, focizzunk, gyere, okay. Passzolom, ez az, nagyon jó vagy, az majdnem gól volt. Nem jól van. Ja, de, figyelj, visszapasszolom, nagyon ügyesen passzizol. Jó van, oké, egyszerűen úgy átjártél majd hozzánk. Szia, csatlakozol a játékhoz? Csórókkal játszok. Csórókkal? De hát én is vagyok csóró. Hát nem rólad beszéltem. Rógy, se kéne vele foglalkoznod. Mert most, miért bánt a szegényt? Nem értem, miért kell mindig bántani a szegényeket, nem olyan rossz. Vaj, ne köpdösd! Hello! Mit csinálsz? Mi kért bocsánatot tőle? Nem. Én nem kérek bocsánatot. Hány aranyrútja van? Sem ennyi, akkor... Jó, de akkor is! Nem az aranyrút teszi az embert! Hogy nem. Te is gazdag vagy! Belém kéne állnod! Verjük meg ezt a csomót! Nem! Hozzámersz én egy újjal, akkor eltöröm a kezedet! Ne bánt szegény Lilit! Ne merd bántani! Hozzám nem merjél érni! Mit csinálsz? Hallod? Én nem viccelek! Ne! Hagyd békén! Azon hagyd békén! Annyi békén! Tűnés innen! A kezem! Nagyon fáj! Forog velem a világ! A kezem! Nagyon-nagyon fáj, Lili! Sima kis csóró, hogyha ilyenekkel akarsz együtt lenni. Na, itt egyet léptem, na bejét! Pár elixfé! Nagyon fáj a kezem! Azok rá egy puszit! Köszönöm szépen! Aztán jobb lesz! Igen, tényleg kicsit jobb! Köszönöm, Lili, hogy ilyen kedves vagy velem! Viszont a szememben, látszódik a szememben, hogy megütöttek, remélem apa nem lesz mérges. Van ma kedved ma este átjönni hozzánk? Kicsit beszélget még ott, jó, átszani nyugodtan, mit szólsz? Hát szóval megengeded, akkor... Persze, persze. Jó van, akkor majd ott van akkor a helytető, majd gyere fel, oké? Okay? Jó, oké, okay. Na, rendben, akkor menjünk haza, én elkészítem a lakást, egy kicsit kitakarítatok, ugye már a szolgákkal is, ha nem takarítok. Na menjünk, jó van. Haj. Na jó van, úgy látom, jó nagy rendet rakott itt a izé szolganép, ahogy látom, kaját is csinált, majd Lili biztos örülni fog ennek a rengeteg kajának. Jó van, lassan már szerintem megérkezik, biztos vagyok benne. Hello. Lili, te vagy az? Megyek, oké, okay, hello. Szia, üdvözöllek, itt állunk, gyere szépen. Yeah. Gyere, menj nyugodtan. Apukám még nincs itthon, mert ő dolgozik még igazából a cégnél. Jó van, mit szólsz okay. Az jól néz ki. Igen, figyelj, megmutatom a karácsonyfát, gyere, nagyon-nagyon jól néz ki. Karácsonyfát. Ja, a karácsonyfát, nézd, az ajándékok. Van. Hát nyár közepe van, de mi olyan gazdagok vagyunk, hogy minden a karácsony van nálunk. Na, gyere szépen, csináltam egy kis nosit, egy kis ilyen, nem tudom, ilyen bemelegítő kaját az vacsora előtt. A szolganép csinált igazából. Gyere szépen, remélem elég lesz, hanem akkor még tudunk más csináltatni a személyi szakácsokkal. Négy szólsz, meg kóstolj meg, amit kezd kedved. Ja, egy esküvői torta. Ez mi? Ez a pizza, ez igazából ilyen finom, nagyon finom. Kicsit a csúrók is szoktak néha enni, de akkor ezek szerint nem ismered. Négy szólsz, kóstolj meg. Jó, oké. Milyen? Jó, ez jóféle. Jóféle? Értem, és akarsz egy dupla kólát megkóstolod? Dupla kólát? Ja, dupla kóla, gyere, kóstold meg, kijöttök neked egy kicsit a pohárba, mit szólsz, itt a boros pohárba, tessék. Kóstold meg.
Milyen? Ez kicsit furább, mint a víz. Hát igen, kicsit más, cukrosabb. Gyere, menjünk fel játszani! Játszottál már Nintendo-val, vagy PS-el, vagy PS4-el, vagy PS5-el, vagy Xbox-al? Én csak malacsal játszottam eddig. Az melyik izé konzol igazából? Én nem hallottam róla. Az egy állat. Állat? Nálunk csak egy papagáj van, azt mondom, hogy pénz. Pénzecske, nem tudom, igazából annyira nem nagy cucc. Jól van, gyere, melyikkel akarsz játszani? Van pár gépek ilyenek. Mondtam, kezelkezni? Ez tévé, tudsz rajta nézni műsorokat, meg ilyenek. Gyere, kezdjük el játszani, úgyis apám lassan hazaért, megkezdem, hogy majd itt mutatsz, jó? Gyere, játszunk. Jó. Na, próbálj, nyomjad, ez az, jó, majd belejössz, oké. Okay. Igen, ugyan, ügyes vagy, nagyon jó. Ez az, nyomjad, Lili, nagyon profi vagy. Fiam, Ó, gyere, Lili, megmutatok apámnak. Szia, apa, neked is boldog karácsonyt, így izé, június 12-én. Szia, bemutatom ma is terjedem meg az osztálytársamat, bemutatom Lilit. Jó estét. Hogy kicsoda? Ő Lili, az osztálytársam. Jó estét. Hogy engedhetted be a házamba? Az ajtón keresztül. Igazából arra gondoltam, hogy itt aludhatom estére a gondolat. Úgyis van 16 vendégszobánk, egyiket oda adom. Ez nem alszik az én házamba, az biztos. Értem. Takarod ki. De ne, apa, mit csinálsz? Miért kell bántani? Ne, Lili, maradj itt, ne! Apa, normális vagy! Mi van? Ezt az egy tanácsot adtam. De foglalkozz a csúrukkal. De most miért tök aranyos és kedves, miért kellett bántanod? Az engem nem érdekel. Na és a zseppénz? Mit csináltál vele? Vettem hamburgert kettőnknek. Igazából ő vettem, mert nagyon éhes volt, még nem nagyon evett hamburgert. Milyen haszontalan dologra költöd az én pénzemet? Hát de támogattuk-e a szegényeket meg ilyennek? Kedvesek kell, hogy majdnem éhen halt. Nem. Hát egy PM, egy szegényen nem tudsz elmenni a plázába. De... Egy BMW-vel meg igen. De apa, nem így kell gondolkozni, fölöslegesen használd a pénzt. Annyira gyűlöllek téged. Na, no. Szabafogság. De apa, jó. Ahaj, olyan mondom. Na, Isten, olyan hülye gondolkozás van ennek a gazdag rétegnek. Gyűlölök mindenkit. Inkább be is megyek a szobába, komolyan mondom. Aj, remélem holnap, hogy nem fog emiatt haragudni, komolyan mondom. Aj. Aj, srácok, meg ez az megint iskolva, gyorsan Lilivel meg kell beszélni a tegnapiakat. Lili, szia, mit csinálsz itt a iskolajöte szőnyegen? Szia, bocsi a tegnapiért. Semmi baj, ezt már megszoktam, de tudod, hogy is mondjam. Hát... Kicsányom! Szia, anya, tudod, XP, itt vagyunk kint most az utcán, ugyanis el kell adni a házunkat. Tényleg? Miért? Miért? Tudod, nem tudjuk megengedni magunknak. Úristen, de hát azt a kis házat se! Komolyan mondom! És akkor most itt éltek az utcán? Hát, sajnos igen, de... Értem. Csókolom, maga kicsoda? Én vagyok az anyukája, Lili. Örülöm, hogy meg is vettem, én XP vagyok. Mit kezd itt az iskolánál most éppen? Hát, most jöttem kiíratni a lányomat, mert mennie kell dolgozni a farmra. Tényleg? Legalább megéljünk valamiből. Nem már, most komolyan gyapotot fog szedni. Nem már, komolyan, ezt el sem viszem. De most komolyan ne írassa már ki. A tanulás fontos. De egyedül nem neked. Kapok elég pénzt. De valami XP talán ez jobb így neked, ugyanis... Mindenki bánt miattam. Nem! Jó! Figyeljetek! Próbáljátok feltartóztatni a gépeket a házat, hogy ne rombolják le! Meg fogom oldani, megveszem a házatokat valahogyan! Jól van, valami pénzt kell szerezni, mondjuk most apám nem ad pénzt, azt mondta! Csak maradjatok itt, jó? Megoldom valahogy! Ja. Jó van, oké, gyerünk! Most srácok, honnan szerezek pénzt? Vagy meg kell mentem Liliék házát. Itt egy autó, úristen, tényleg, srácok, eladom ezt az apukám autóját, és az biztos ez egy drága autó, elég lesz, hogy megvetjem a házat. Hogy nézzem, ne, nincs benne a kulcs, tényleg, az mindig a szobájába tartja, srácok. Jól van, valahogy el kell dobnom a kulcsát, gyorsan bemegyek oda, elviszem a kulcsot, aztán szépen eladom a kocsiját, komolyan mondom, úgyis mindig bunkó szegényekkel, komolyan mondom, elegem van már. Kossolj már pénzecske, hagyjál már békén. Na. Kussolj te! Na, maradj csöndbe! Jól van, oké, menjünk szépen, gyorsan, amíg apám nincs itthon, addig kell. Úristen, biztos a szobájába tartja, jól van, menjünk szépen be! Pénzecske, ne kövessél már, gyorsan menjünk szépen be, és... Ott a kocsi kulcs! Figyelj, pénzecske! Látod azt a kulcsot? Ott azt... Nem! Nem? Értem, menj oda és hozd ide nekem, jó? Pénzecske, mit kap? Pénzecske? Ha Isten, komolyan figyelj, várjál vele, megkapod ezt az antikúrát, mit szólsz? Oké! Okay. Na ez az, jól repüljöd a szépen, ez az pénzecske, menjél csak, hozd ide a kulcsot, hozd ide, ez az, gyerünk, gyorsan, ez az, ügyes. Azt kérdez! Mi?
Nem! Ez egy betondarab! Komolyan mondtam, hozzad az izét, a kulcsod, ami rá van írva, hogy autókulcs! Gyerünk, ez az! Hozzad! Nagyon jó! Táblát! Nem! Ne, nem a táblát! Ami felette van! A kulcsot hozzad, mert miért apám felébredt, komolyan mondom! Oké. Okay. Ez az, 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 az ügyes vagy! Jó van! Oké. Okay. Jó van! Vihetek az antikó... Gyorsan! Fuss! Fuss! Valamit ellopott! Fuss! Úristen! Úristen! Gyorsan! Menjünk! 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 Oké! Oké! Gyorsan fel! Gyorsan! Fussuk! Fussuk! Úristen! Úristen! Ne, 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 nem érhet tudod, apám! Gyorsan! Gyorsan! Srácok itt a legmagasabb szintre! Haj! Ó! Úristen! Nem férek ki! Pénzeske! Gyorsan egy lépcsőt! Gyerünk! Ez a gyorsan bejön fel! Úristen! Az a köszönöm szépen! Jól van! Oké! Oké. Okay. Miért csináltad ezt velem? Szeretett ünnepény. Nem! Nézeske, támad! Támad! Ez az! Gyorsan, 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 gyorsan! Oké, okay, oké, okay, megvan a kulcs! Jó, menjünk gyorsan, gyorsan a izébe! Az autókereskedésbe! Gyorsan, menjünk szépen! Úristen, nem tudok vezetni, még kicsi vagyok ez, de menjünk gyorsan! Jó napot, autókereskedéses bácsi! Jó napot! Figyeljen! Jó napot! Ezt a nyelvet már értem, bro! Csicsicsiel! Na figyeljen! El akarom adni ezt az autót, figyelj! El akarom adni, mennyit tudsz érte adni? 5 millió kéne! Csak 5 millió! Jó, rendben, akkor adj ide a coin-t, aztán megyünk is, mit szól, jó? Na! Egy millió! Jó van, köszönöm szépen! Na jó, most játsszuk meg az 5 millió forint! Most megyünk gyorsan és vegyük meg a házat és újítsuk fel! Gyors, legszebb katalizátor! Na, jó, mindenki, nem érdekel, mert most csinálják a kocsi, amit akarnak, megyünk gyorsan Lilékházához! Jó, csókolom, Lili anyukája, csókolom! Figyeljen, meghoztam a pénzt, meghoztam a pénzt, most ki tudják fizetni a házat? Honnan szereztél ennyi pénzt? Elloptam apukám kocsikáját és eladtam. Igen? De hát ennyit nem is ér a ház! Nem érdekel, apa, figyelj! Enged nem érdekel a gazdag felső réteg! Én szeretnék segíteni hogy ki a szegényeknek, és ők is ugyanolyan emberek, mint mi! Ők is aranyosak! És ha azt kell, hogy eladjuk a drága autót, ami teljesen felesleges drága autót, ami egy Suzuki is jó, akkor ezt eladom és felújítom, és megmentem az életüket! Nem kérdés Audi volt! Nem érdekel, nem érdekel, apa, gyűlöllek! Na jó, gyere, megyünk! Nem, nem akarom, nem akarom! Engedj el, apa! Hagyj békén! Megyünk! Hagyj csak békén a fiát! Hát szóljon bele! Az életemet, meg a kislányom, végre jár az iskolába! Itt egy normális gyerek is úgy élhet! Akkor hadd járjon! De többet nem tehetünk! Ezt a fiának köszönhetem! Nem szabadna így bánni a fiával! Ő is egy ember! Nem, nincs olyan, hogy gazdag vagy szegény! Csak emberek vagyunk! Engedj el, apa! Engedj el! Engedj el! Segíts el, Lili anyukája! Nem engedem! Tessék! Mi? Hagyja végét! Nem vagyok! Hogy olyan pofont vágok neked, hogy ketté szakadsz! Ott, ahol a legvastagabb vagy! Azt meri megtenni! Hagyja! Jó, jó, nyugalom, nyugalom! Kifogjon le, mert mindjárt megöl! Milyen tűzes asszony, hogy hívják? Második Sanchez Dorina! Jó, mindegy, de ahhoz képest, hogy én csóró, annyira szép is, nekem ilyen asszonyra van szükségem. Fiam, maradj itt! Már a felnek, én kijegyzettem a derekom! Értem, most összeállosodtok, apa! Talán, de te együtt lesz Lilivel vagy, tudom is én ki az! Jó van, ez az, nagyon jó, akkor ez az, itt vagyok végre, nagyon boldog vagyok! Ezek szerint akkor apa is megszerett a csórókat, nagyon boldog vagyok! És a gazdag család és a csóró család, illetett család, a társadalmi rétegek és a kapitalista világnézet nem állhatott közéjük! Sziasztok!